Ezzel a dallal vált ismerté a 80-as években Janicsák István és a Veresegyházi asszonykórus, azaz a Zizi Labor. A korszak legeredetibb formációját az énekes zeneszerző találta ki, mely sokak számára felejthetetlen. Rakott szoknyás fejkendős nők vokáloznak egy popzenekarban. Bár mára már kissé megfogyatkozott és átalakult az asszonykórus, de a sikerük töretlen volt a Paksi Sárgödör téren. Hát, hogy így mondod a Zizi Labort, az már csak nosztalgia, mert igazándiból ugyan tényleg a Zizi Labor dalokat hoztuk magunkkal, de az asszonykórus és én vagyunk, 5 asszonnyal jöttem. A zenekart sokkal nehezebb lenne együtt tartani, mert az élő fellépések kellenének. Természetesen néha-néha azért van olyan nagy bulink is, de azért alapvetőleg az asszonykórussal, hogy is mondjam, tartjuk még fent ezt a régi hangulatot, és hát csupa Zizi Labordalt hoztunk, ami mind fel van újítva egy kicsit, gyorsabbak, kicsit maiabbak a hangszerelések, de az asszonykórus meg én, a hangunk az ugyanaz. Hát ez egy 86-os projekt, amikor volt a nagyon nagy sikerünk abban a 2-3 évben, és gyakorlatilag az már 30 évnél is több. Úgyhogy én nem csak ezt csinálom, producerkedem, költő vagyok, dalszövegeket írok, akik ismerik, esetleg kisgyerekük van, ismerik a gyerekverseimet, azok tudják, hogy gyerekeknek is írtam sokat, meg írok. Tehát egy csomó olyan dologgal foglalkozom, ami gyakorlatilag a perifériája a zenének, és hát ez az éneklés, az előadó művészet, nekem nem egy ilyen görcsös dolog, hanem tulajdonképpen szerelemből csinálom. Nagyon sok idős néni is volt, akik már természetesen nem bírják a szuflával, majd meglátod a színpadon, hogyha belenézel, hogy itt az asszonykórus az vágtázik. Tulajdonképpen én úgy is hívom őket, hogy vágtázó asszonykórus, komoly koreográfiák vannak, és hát ez egy nagy buli, egy nagy vidám buli, ami azt követeli, hogy jókondiba levő asszonyok kellenek. Természetesen ők sem fiatalok, de én úgy hívom őket, hogy ez a fiatal új asszonykórus, mert hát egy kivételével teljesen újak. És jót tesz ennek a dolognak az, hogyha új asszonyok tanulnak be új dolgot. Természetesen ők is veresegyháziak mindannyian, de hogy nagyon lelkesek, nagyon szeretik csinálni, és ez egy picit rám is kihat. Úgyhogy ha ilyen jókedvű társasággal van az ember, akkor mindig jobb a buli. Én sem tudom megunni soha. 2 hét múlva jön ki egy új albumom, amin nincs asszonykórus, viszont az egy Janicsák István szóló, életem első ilyen szóló albuma egyébként. A kedvem kerekedett, és a mostani koromból fakadó hangulatban megcsináltam egy ilyen kis édeskesednyés albumot, amin 10 új dal van, és hát most ez lesz a következő, amiből előadunk, majd nem, még most nem kezdtük el, de jövőre már lökjük. Én nagyon szeretem őket, akik eddig hallották, azt mondták, hogy nem is ismernek rá, hogy ez most én vagyok, mert nem ilyen Zizi Laboros vicces. Egyébként pedig egész nyáron mentünk az asszonyokkal, nagyon jó, sokat hívnak minket. Süssünk, süssünk valami, azt is megmondom, hogy mi. Lisztből legyen kerekes, töltelékes, jó édes, sodorva tekerve, túróval bélelve, csiga-biga hétes, kerekes és édes. Jó étvágyat hozzá! Az asszonykórus legidősebb tagja, az óvónő Erzsike még egy gyerekdalt is elénekelt. Az új asszonykórusban mindösszesen 5 vannak, de nagyon lelkesek. Az előző nagy létszámú kórus ugye kiöregedett, és úgy tűnt már, hogy belbúcsúzunk, de az idén annyi felkérés jött, hogy én maradtam egyedül a régiek közül, és gyorsan összeverbúváltam néhány asszonyt, akik nagyon szívesen jöttek, táncolni tudnak, énekelni szeretnek,
És így újból összeálltunk, és teljesítettük minden felkérést, ami még az idén jött. Szinte mindegyiket ismertem, a népdalkörbe együtt énekelgettünk már, és hát a városban is gyakran találkozunk, hol a piacon, hol a boltokba, hol a nyugdíjas klubokba, és így, mikor szóltam nekik, akkor szép sorjába jöttek szívesen, örömmel. Mindig ebbe a ruhába lépünk fel, bár van csíkosunk is, ez hasonlít a kalocsaihoz, egy ilyen galgamenti ruha, fölül a rózsaszín bimbós szoknya, alatta pedig a kőkemény vasalt szoknyák vannak, a kendővel, fölkötővel. Nagy munka karbatartani őket, leülni ebben nem szabad, mert ha összetörik, már nem áll a legfőső úgy, ahogy kell, úgyhogy nagyon vigyázzunk rájuk. Az én pruszlikomat például én hémeztem ki. Veresi asszony kavarta, a szoknyák meg több mint 100 éves. Ez több mint 100 éves. Tehát ezt örökölgettük, most az újak megvették, ugye mindenki beszerezte Veresegyházon a régi asszonykáktól. Egyik